Hello, sziasztok! Gondoltam, ha szilveszter van, akkor kóstoljunk már meg egy párféle vodkát, hogy milyenek vannak, meg mi a különbség. Egyszer már volt ilyen, de akkor csak is kizárólag a legkomercebb vodkák kerültek sorra, úgyhogy most egyedül egy jobb lesz, mindjárt megmutatom. És lehet, hogy nekem nem is kéne annyi pia. Ugye itt van a legolcsóbb, tegyük sorba, így körülbelül minőségileg. Hát nekem ez így Nikolaus Kalinka, ez körülbelül ugyanaz. Talán az Zubrovka egy leheletnyivel jobb, de sokkal menőbb az abszolút vodka, nem tudom mennyire látszik, mert most pont fordított kamerával veszem. Hát, akkor valahogy le kéne rakni a kamerát, valahova, aztán talán akkor mehetne a videó. Szóval, mivel arra vagyok igazából kíváncsi, hogy a Commerce-eknél mennyivel jobb az abszolút, ezért az abszolút az biztos be lesz kóstolva, és a legolcsóbbhoz szerintem. A legolcsóbbhoz, úgyhogy két vodka lesz összehasonlítva végül is. A Ruskaya Vajuta, ugye a Libába lehet kapni. Egy nagyon olcsó Commerce, és az abszolút vodka, ami meg egy jó vodka. Állítólag, hát mindjárt megmondom. Mindjárt. Ugyan ti nem látjátok így. Talán így. Kezdjük a rosszabbal, hogy nem biztos, hogy ez rosszabb. Tényleg csak kóstoló. Ruskaya Vajuta. Nazdarovnye. Meg boldog új évet, mert 2020. december 31-e van. És akkor kísérjük el kis abszolút vodkával. Hú, ezt mennyire lezárták. Na most ezt mivel nyitom ki? Ez azért van, hogy mindenképp hazavitt, hogy kelljen hozzá valami nyitószer, szám ne tudda az utcán fogyasztani. Egyébként most itt ebben a Covid szilveszterben pont van egy olyan törvény, hogy közterületen nem lehet alkoholt fogyasztani, ez megvan. Ebben egyet nem értek, mert ez már folyik órán száján tök jó. Azt nem értem, hogy eddig is én úgy tudom, hogy tilos volt. Már nekem az van meg, hogy fiatal koromban Sutyomba kellett rohangálni a megbontott sörös dobozzal, a Balatonparton is, mert hogy tilos inni, hogy meglát a rendőr, szitra vág egyből, megvan ez a szám, na mindegy. Szóval egy kis abszolútot neki. Ez elméletileg jobb, majd mindjárt kiderül. Nekem semmi bajom azzal a Ruskaya. Vagy mi az? Ruskaya Vajuta. Azzal se. Hát egy lágyabb íz. Igazából nem mondanám jobbnak, tisztábbnak. Egy vegyileg tisztább anyagot érzek. Teljesen ízmentes, alkohol, víz. Szóval ez inkább olyan steril, olyan nekem. Ruskaya Vajuta olyan kis odatevős, finom, édeskés. Tényleg annak volt egy édeskés íze, ennek nincs. Lehet, hogy de nem hiszem, hogy ezt ti kiéreznétek, hogyha mondjuk citromlével, kólával, hellel vagy akármivel kevernétek. Azt akartam mondani, hogy lehet, hogy úgy egy kicsit más a helyzet, hogyha... Miért ilyen hülye fény van? No. Ugye, okos lámpa. Na, ott tartok, hogy... Na mindegy is, ne játszunk a fénye. Ó, csak játszik a fény. Szóval nem hiszem, hogy ezt koktélból ki lehetne érezni. Nem bírom ezt meginni. Ez annyira steril. Ha. Részemről többet, abszolút vodkát nem veszek, mert nem úgy nem annyival jobb. Hanem szerencsére annyival nem szarabb, mint amennyivel olcsóbb, vagy drágább. Mert sokkal ihatóbb. Mind az abszolút. Hát boldog új évet! És iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!